A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kobak Csalogató Logikai-Matematikai Komplex Tehetségfejlesztő Program című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában. A miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Speciális Fejlesztés Célzó Programok Támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel SPEC kötőjel 22 kötőjel 0091 Kobak Csalogató Logikai Matematikai Komplex Tehetségfejlesztő Program elnevezésű nyertes pályázat 2022. július és 2023. június között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1.444.000 forint. A pályázati programban az óvoda Kobak Csalogató logikai-matematikai tehetségműhelye és a délutáni pattogó testi kinesztetikus mozgásos tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel, Posztósné Kovács Éva és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja. A két már jól működő tehetségműhely az előző évben sikeresen valósított meg komplex tehetségműhely programot. A 2022-2023-as nevelési évben szintén komplex programot kínált a gyermekek számára. A program a logikai-matematikai ismereteket mozgásos tevékenységgel mélyíti el. A megszerzett matematikai ismereteket mozgásos tevékenységekben gyakoroltatja és teszi lehetővé azok alkalmazását. Ezzel biztosítja a különösen tehetséges gyermekek teljes körű fejlesztését. A program lehetővé teszi a szülők számára, hogy megtapasztalják gyermekük érdeklődési körét és segítséget kapnak a jövőre vonatkozóan. Programunk magában foglalja a digitális eszközökkel való ismerkedést. A táblagépek használata segíti a gyermekeket a további új ismeretek szerzésében. A BeBot robot használata a tervezés folyamatát erősíti. A program különös gondot fordít a magyar értékek megismertetésére, a népi hagyományok ápolására. A tevékenységek közben hangsúlyos a helyes beszédkultúra szókincsbővítés. A tevékenységek tartalmazzák a próbálgatás és vizsgálódás lehetőségét. Ezeket a tapasztalatokat a gyermek a későbbi tanulmányai során alkalmazni tudja az ismeretszerzés folyamatában. A program megvalósításával az óvodánkba járó gyermekek lehetőséget kapnak a hátrányaik leküzdéséhez, biztosítjuk az esélyegyenlőség megvalósulását. A műhely munka során olyan élménynyújtó tevékenységet nyújtottunk, melyek az intellektuális érzelmek, kíváncsiság, alkotási felfedezővágy, öröm, sikerélmény gazdagítását szolgálják. Logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával és konkrét tapasztalatok szerzésével a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulták és gyakorolták a gyermekek. Tevékenység közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét. Lehetőséget biztosítottunk a kreativitás kibontakoztatására. Hangsúlyt kapott az anyanyelv fejlesztése, néphagyományok ápolása, becslés, számfogalom, sorszámnevek gyakorlása változatos eszközhasználattal újszerű körülmények között valósult meg. A táblagépek és a robotika használata a tevékenységekben előtérbe került. A gyermekek ismeretszerzési és gyakorlási lehetőséget kaptak. A matematikai, logikai tevékenységek során a differenciálás módszerét alkalmaztuk a gyermekek egyéni képességeihez igazodva. Választási döntési lehetőségek teremtésével a felelősségérzet, reális önértékelés minden gyermeknél fejlődött. A próbálgatás, vizsgálódás lehetősége biztosítva volt. Inter- és intrapersonális kapcsolatok fejlesztése megvalósult a műhely munkában. Egy-egy projekt végén olyan mozgásos tevékenységeket kínáltunk, melyek a nagy mozgás, motoros képességek fejlesztésével mélyíti el a tanulási folyamatban megszerzett elméleti tudást. A tevékenységek során a gyermekek a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazták, kiemelkedő adottságaik elmélyülhettek és magasabb szintre jutottak.
Élményszerző és lazító programok. Budapest Magyar Természettudományi Múzeum. A magyarországi tájakon tett felfedező úton megismerhették a gyermekek azokat a földtörténeti múltban lezajlott geológiai és evolúciós folyamatokat, melyek a mai Magyarország élőhelyeinek és az ott élő fajok kialakulásában kulcsszerepet játszottak. Az élmény új volt, rácsodálkozással, felfokozott kíváncsisággal, érdeklődéssel fogadták a gyermekek. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése, az élmény kihat a gyermekek későbbi iskolai kapcsolatainak kialakítására is. Kerékpártúra szülőkkel a lombkorona tanösvényhez. Beszélgetést kezdeményeztünk az őszi erdő jellemzőiről, az erdőlakóiról. Beszélgetés közben a gyermekek a meglévő tudásukat egymásnak átadták. Egyéni élményeiket felelevenítették, megosztották társaikkal. A sétányon végighaladva tapasztalatokat szereztek, vizsgálódtak és terméseket, leveleket gyűjtöttek a gyermekek. Összehasonlításokat végeztek a gyermekek és szüleik. Számláltak, halmazokat alkottak saját szempont szerint, majd ezeket bemutatták társaiknak. A gyermekek a felmerülő probléma érzékelése felé fordultak, különböző megoldásokat kerestek. A kirándulás alatt a gyermekek egymás felé fordultak, ismerkedtek egymással. A szülők és a gyermekek együttműködése megvalósult.